Én imádom az egészséges édességeket, viszont nekem ma csak a bevásárlás szerepe jutott, kóstolni Dóri fog, és hogyha jók az értesüléseim, akkor egy cukormentes pohárkrémet is fog készíteni. Dóri, küldöm a hozzávalókat! Fogyás és a méregtelenítés manapság nagyon divatos kifejezések, de hogyan lehet mindezt úgy megtenni, hogy közben ehetünk is méghozzá finom dolgokat? Nagyon fontosnak tartanám megjegyezni, hogy a méregtelenítés és a méregtelenítő kúra a táplálkozás tudományban nem létező fogalom. Ez egy kreált fogalom, a 21. századi emberegési tudatosságát használja ki, lehet velük fogyni vízből és izomból, és sajnos megterheli a szervezetünket. Egészségesen úgy tudunk súlyt csökkenteni, hogy odafigyelünk az egészséges táplálkozási szokások kialakítására. Például naponta többször étkezünk, elegendő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, élelmi rostban gazdag a táplálkozásunk, kerüljük a hozzáadott cukrot, zöldségekben, gyümölcsökben gazdag, és ezt mind bele tudjuk illeszteni a napi ötszöri egészséges, mértéktartó, kiegyensúlyozott táplálkozásba. Említetted, hogy rozsdús és cukormentes, most pedig, amit jöjjön a jó része, rozsdús és cukormentes kekszből, gyümölcsből és cukormentes joghurtból fogunk egy pohárkrémet csinálni, amit tudunk fogyasztani, mikor és hogyan? Hogyha hozzáadott cukortól mentes édességet használunk, akkor nem kell lemondani semmilyen kedvencünkről. Sokan azt gondolják, hogy az egészséges táplálkozás, vagy egy egészséges fogyás az arról szól, hogy nem szabad nasikat fogyasztani, vagy nem szabad a kedvenceinkből fogyasztani, de ez egyáltalán nincs így. Hogyha értékes összetevőkből álló alapanyagokat használunk fel, és ebből fog állni a kis étkezésünk, akkor minden fontosat biztosítani tudunk a szervezetünk számára. Rostokat, vitaminokat, ásványokat, és ezáltal el tudjuk kerülni a hozzáadott cukrot, mégis édes ízűvé válik ez a kis uzsonna. El is készült. Most amellett, hogy azt mondtad, hogy ezzel még akár fogyni is lehet, azt kell mondjam, hogy nem néz ki rosszul, és nagyon finom is, tehát hogy akkor ezek szerint az élvezetekről se kell lemondani. Sőt, az egészséges táplálkozás, az egészséges szokások beiktatása pontosan azt jelenti, hogy komfortosan érezzük magunkat, minden lényeges tápanyagot biztosítottunk, és elérhetjük ezáltal az optimális testsúlyt. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk nem home office-on dolgozunk, és nem tudjuk ezt minden uzsonnára és 10 óraira így elkészíteni magunknak? Előre is el tudunk készülni vele, és egy kis jégakus fedelük dobozkába beletenni és magunkkal vinni, de vannak olyan rostdús kekszek, amiket könnyedén magunkkal tudunk vinni.